Ez a Maja mesé. Ahol most Levi és Móni története következik, akik már egy éve együtt éltek, amikor Levi rám telefonált, hogy segítségre van szüksége, mert történt valami. Volt a hét elején egy kis vitánk, és azóta, hogy egy kicsit rosszabb a helyzet, mint eddig volt. Elég sokat dolgozok, és sajnos nem tudom ilyenkor kiengesztelni, mert keveset találkozunk. Próbálok most változtatni rajta a munkakörömön, hogyha lehet, és az ételen keresztül szeretném azt megmondani neki, hogy ne haragudjon, nem próbálom csinálni, hogy jó legyen, aztán remélem, hogy sikerülni is fog. Viszont valami szöget ütött a fejembe. Azt mondtad, hogy rosszabb, mint eddig volt, tehát akkor rossz volt? Nem rossz volt, sőt, akkor nagyon is jó volt, csak most azóta, mióta volt az a vitánk, már rideg lett. Az, amíg így meg nem beszéljük, addig nem úgy szólunk egymáshoz, ahogy eddig, és talán ez egy jó kezdet lesz ahhoz, hogy megbeszéljük a dolgot. Oké, Levi, csak azt mondd meg, hogy mi volt ez a vita, tehát mi vitatkoztatok? Hú, hát ez már sajnos én sem tudom. Nem mondod, egy apróságon ne. Összekaptatok? Igen. Jó, akkor maradjunk abban, hogy én most felhívom Mónit, kezdj el beszélgetni vele, én meg itt maradok a háttérben. Jó, hallgatózom. Rendben. Igen, tessék. Szia, én vagyok, Levente. Szia, miről hívsz már? Hát egy kis meglepetés telefonszámról hívlak. Azt akarom csak mondani, hogy ne haragudj rám a történtek miatt. Próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen, csak sose jön össze úgy Isten igazából. De az az igazság, hogy a lehető legjobban igyekszem. Csak lehet, hogy ez kívülről sose látszik. És ezzel a meglepetéssel próbálok neked valamit tulajdonképpen belevinni a kis fejedbe, meg próbálok valamit elindítani. És ha megszólal a háttérből a hölgy, akkor a végén meg fogod érteni. Szervusz, Móni Vasmaja vagyok. Levi felhívott, hogy segítsek már egy kicsit elsimítani köztetek ezt a gondot, amiről én nem tudom, hogy micsoda, de azt mondta, hogy imád téged, és nem szeretne elveszíteni. Remélem megleptelek akkor. De nem tudod mit mondani. Hát mondjuk azt, hogy el fog veszíteni, nem fog. Nem hiszem. Jó. Ugye örömödbe sírsz, mondd, hogy igen. Örülök, persze. No hát Levi, azt hiszem, hogy jó útra tettük a dolgokat. Reméljük, és nagyon szépen köszönöm. Ez a Maja meséi. Kedden és csütörtökön este 8 és 11 óra között 0630 160 8001.